Ma délelőtt ült össze a Moson-Magyaróvári Sportcsarnok építési konzorciuma, hogy a beruházás jelenlegi helyzetéről tájékoztassák a sajtó képviselőit. Egy járásközpont székhelyének nagyon hiányzik egy ilyenfajta létesítmény, legyen az bárkinek a kezelésében, működtetésében, így nagyon örülünk annak is, hogy ezt a mostani lehetőséget az MTE tudta magának megszerezni. Ahogyan a hiányzó forrás nagy részét is, a projekt megvalósításához ugyanis további támogatásra van szükség. Még nem áll az összes forrás rendelkezésünkre. Igen, ugye egy több éves lehetőséget kaptunk a forrás megszerzésére. Tavaly évben mintegy 300 millió forintot tudtunk összegyűjteni. A múlt héten pedig további 150 millió forintnyi támogatást kaptak a beruházásra, tette hozzá az MTE 1904 elnöke. Az épület alapozási munkálata június 8-án hétfőn megkezdődik. A jelenlegi szerződés műszaki tartalma, ez egy szerkezetkész állapotnak a kivitelezése, ami azt jelenti, hogy a földmunkák, alapozási munkák, egy előre gyártott vasbetonvázból áll az épület, a vasbetonváznak a felállítása, hozzátartozó merevítőfalak, födémszerkezetek, tehát egy szerkezetkész épület tartozik a megbízásba. Szeptember 30-át vállaltuk be határidőnek. A kivitelezéssel megbízott két Moson-Magyaróvári Kft. Vezetője úgy látja, izgalmas kihívás előtt áll vállalkozásuk. Ez egy nagy felelősség is. Viszont óriási siker, mert Moson-Magyaróvári cégként és cégekként vehetünk itt részt, és ugyanazt tudom mondani, megígérhetjük, hogy szívünket, lelkünket bele fogjuk tenni abban, hogy ez egy nagyon sikeres kivitelezés legyen. A sportcsarnok miatt hatalmas a várakozás, az egész város izgatottan érdeklődik az épülő sportlétesítmény iránt, mondta a sajtótájékoztatón Iváncsics János alpolgármester. Két olyan sportág van, amire kihegyeződik a sportcsarnoknak a működése. Egyrészt ugye az MTE-vel kezdjük, hogy az MTE 1904 kosárlabda szakosztálya az, ami által egyáltalán a sportcsarnok megépülhet, tehát ott mindenképpen egy minőségi előrelépés fog történni a sportcsarnok elkészülte után. A másik pedig ugye mindenki által ismert NB1-es kézilabda csapatnak a helye megoldódik. De más sportágaknak is lehetőséget nyújt az edzésekre, hazai összecsapásokra, a tervek szerint 2016 márciusára felépülő Moson-Magyaróvári sportcsarnok. A kivitelezési szerződést aláírták az építési konzorcium tagjai, a munkálatok előre láthatólag június 8-án kezdődnek meg.